a kedvenceim, folytatjuk, az pedig az amerikai, a P-25-ös Mitchell, ugye a négy motorosok közül volt a B-17-es, a két motorosok közül meg a B-25-ös tetszik a legjobban, és ebből is van egy róla néhány darab. A első kiadt először ki, pontosan nem tudom, a Revelt nem tudom, amit hát az se 72-es. Körülbelül itt van, ez egy, úgy szereztem, össze van rakva. Le van nincs lefes, mint csak kereke. Ez ráadásul, hát ez, mert nincs rá írva a dobozba, ez egy a 64-es, mint a Lindbergnek szokása, hogy egy a 72-est ír rá. Közben a modell meg egy a 64-es, ilyen például a U88-as, a B17-es, vagy a, nem tudom, még hirtelen szerintem a helyinkkel szátszett is olyan dobozás, bár az nekem nincsen, mert sose láttam. Ez egy kicsit furcsa, mert így is marad. És később szereztem meg, ugye, hogy a szokásomhoz híven, hogy legyen egy dobozba is. Ez ugyanolyan színű. Aztán végül már egy 72-es. Hát szerintem a rogatta ki. Megelőzve az érfizet, nem vagyok biztos, csak az érfizet tudom, hogy akkor adták ki, azt hiszem ez az eredeti fog, a többi az mind. Igen, úgy látom, ez az eredeti fog. Orgyépuskák általában letörnek. Ez amerikai macitát nem adott hozzá. Ez a későbbi dobozból van összerakva, csak az úgy van rakva, hogy nem tudom, hatalmas tévé dobozok vannak, amiben benne vannak régi dobozok, onnan előhalászva egy kis körülményes lett volna. De megszereztem az első dobozt is, igaz, hogy ez meg egy kicsit vihar vert, de van itt, nem tudom. Így vettem valamikor óváron. Ezen csak a hátulján csak egy festés van. A későbbi dobozon két festés volt, ez amit mutattam, meg volt egy csíkos is, mármint inváziós. Akkor ugye kezdtük a froggal, akkor nézzük meg, hogy mi van még novóba. Azt hiszem, hogy igen, ez a novo. Ezt különben azt mutattam a dénap alkalmával. Itt az a különbség, hogy a későbbi dobozon a fognál ott egyszerű zöld. Tehát olive drab is, neutrál gér, csak a angolok valamit átfestettek a saját színeikre is. Ez több helyen előfordult. Akkor a következik az Airfix. Az Airfix
65-ben adtak ki először. Na, még egyszer. Az érf is 65-ben adtak ki először. Ebben mind a három orrváltozat megvan. Az üvegorr, a hosszú tompor, meg a rövid tompor. Van egy kohozba is szokásomhoz híve. Na nézzük, melyik az érfix. Igen. Hát ez azóta már átesett egy csomó festésen. Ez a tompaorú változat, ami a ugye a 75-ös ágyú van benne. Bombatár van, csak bomba nincs benne. Akkor a szintén valamikor szerintem valamikor ezüst volt, mert úgyis adja a érfix. Ez is más patricát kapott. Az érfixem ugye elmozgatható minden. Már ezek már beragadtak, nem mindegyik. És az üvegorrú, azt pedig egy már későbbi kiadásba, de ugyan a régi van benne. Mondott. Ez is egy érfix. Régi. De úgy gondoltam, hogy legyen már egy orosz is. Tehát az oroszok rengeteg B25-ös kaptak, és ők is. Vagy meghagyták a színeket, vagy átfestették el a saját színükre. Ilyen háromszínűk volt például a B8-as, vagy az IL-2-es, vagy IL-4-es is. És ezt ez a három érfix van. Ez a kis orosz fütetecske. Ez a Avia kollekcia. Ebben van izé. Az oroszok a B25-ös még háború után is használták. Itt van, ez valójában egy... Ez a kép az elején az egy fekete fejét csak kiszínezték. Ahogy amit mutattam, hogy csináltam. És itt... vannak különböző festések. És a hátulján is volt például utasszállítónak is használják, még az 50-es évek végéig is. Sőt, láttam ifjúkoromban, vagy meg gyerekkoromban volt egy olyan orosz film, hogy bátor emberek, és annak az elején egy B25-ös volt, mert az 50-es évek is a film, de németre volt festve. De jól emlékszem rá, egész pontosan visszaemlékszem, én a ilyen filmeket láttam. Na akkor a, utána ugye a Italeri. Az Italeri, hát az egy kicsit furcsa. Ekkora szarvas hibát elkövetni. Ez persze nem ez a matica volt hozzá. Az egész korai, tehát a első dobozos italér az nincsen meg. Azt is meg kéne szerezni, legalább dobozban legyen. De ez egy sivataki festés. Ez Észak-Afrikában használták. A lényeg az, hogy a
a szárnya, a főszárny, egy centibe hátrább van, mint a normál, tehát a V25-ös, nem tudom ezt hogy csinálták. Megpróbálom mutatni, hogy melyikkel mutassam a különbséget, hogy most hát elég nehéz. Ugye most egy bobalban van a alsó szárny majdnem, és ennyivel látszik, hogy a azért nagyon hátul van. Hogy ezt miért csinálták, nem tudom. Ez egy... Ez a festés, ez egy eszki matrica. Régi eszki matrica. Később kiadta a Tompaorus is a rövidorút. Annak már jó a szárnya. Vagyis ennek már jó. Jó helyen van. Ez a későbbi Italeria. Az Italeri hát valamikor 75-ben adtak azt először. Jóval később, mint a Irtis vagy a Fog. Hát ez, nem, ez is Airfix, nem jó. Szerintem a, nem tudom, ez is Airfix. Persze ez is más matricával. Na igen, itt van az Italeri. Ez már jó. És utána hát, szerintem csak a Matchbox Touch, nem nemrég mutattam ugye a D-nap alkalmával, ez a francia, ugye mert csak a Matchbox adott egy francia matricát, ennek a dobozát már mutattam a múltkor. Szerintem, mondom, hogy el van egy dugva valami, mindenki beosztom. Szerintem igen. Ja, tudok még valamit. Ez az egész korai B25-ös, ez a kis angol füzetbe, ezt senki nem adta. Hátul a fővész vagy a egész más. Ebben is vannak színes fajzok. Ez az a kis füzet, amit mutattam, hogy nagyon hasznos dolog volt a 70-es években, ez volt az első nyugati kis szerzemény. Több ilyen van, több típus. És hát ugye voltuk filmek is, ha, hát nem tudom, ki látta idősebbek, ott a 22-es csapdája, és rengeteg B25-es volt benne, akkor volt Hanover Street, abban pedig a, azt hiszem a Harrison Ford játszott, de az is már legalább kb. 40 éves film, vagy 35. És volt a 30 másodperc Tokió felett,
az pedig a, hát sajnos megszűnt az a tévéadó, volt régen, hogy TNT, aztán MGM, Metro Goldwyn Mayer, és a TNT-nél rengeteg filmet fölvettem, mert én mai napig használok, lehet majd mondtam, videót használok, meg kazettás magnót is. És ez nekem megvan. És a volt még a, ez a 30 másodperc Tokió felett. Ez is volt a TNT. Nagyjából ennyi. Akkor a 48-ba szerintem a monogram adta ki. A monogram is kiadott mind a három változatot. Ez a formál üvegórú. Hát ez nagyon régi, ez legalább, mert szerintem több mint 40 éves. Mindössze három bomba van benne. A filmben úgy látom, hogy négy bombát dobott ki, mármint a 22-es csapdájába. És a nemrég készült el, ez a Tompaoru hologram B25-ös. Hát ez ugyanaz, csak az orramás ugye a 8-alak géppuskával. Ő ezt nemrég csináltam, mert úgy szereztem, félig el volt kezdve. És most készültem még a 7 hónapra. Ez az egyetlen ezüst. B25-ös. Ez valami papagáj akar lenni rajta van. Mi a fene? És a... kiadta a monogramot Tompaorút is, tehát a 75-ös ágyúval. Ő csak... az nekem megvolt, azt eladtam. Mert akkor nem tetszett valahogy. Hát ez a Tompaor nekem nem tetszett, aztán... ekkora hibát elkövet, mert azon se találkoztam vele. De... akadémi kiadta később, amit átvett nem olyan rég az Italeri, 7-3 éve. Ez van meg. Hát ez a akadémi Italeri dobozba. És az is volt több festés, legalább azt hiszem 4 féle mastisza volt hozzá. Ennek is a bombatára ugyanolyan, 3 van benne, mint a hologram B-ba. És itt a korai alsó lövész is. Úgyhogy... hát azt hiszem... ennyi volt a B25-ös. Várj, mutassak valamit, bár ezt nem tudom. Itt van. Így is marad. Egy a 144-es. Nem tudom, kitől szereztem, már nem emlékszem. Hanem a 144-es az elég komolytalan méret. A Revel talált, aki 74-ben a 144-eseket. Ennek is már 50 éve. De aztán nem nagyon. Hát ezt összeraktam, de nincs lepeste semmi, így maradt szerintem. Ez egy vicc. Ez is múzeum. Ja, a Revel kiadta, 68-ba adta ki 48-ba a B25-öst.
az a korai változat, ami a... Ez a maticát mutattam az előbb, igen. Ez ugye 72-es, de ez a Dolittle-nek a gépe. A, azért nem tudom megmutatni, mert föl van akaszt a fal oldalára, de olyan magasan, hogy létrát kéne oda menni, de polc előtte van, úgyhogy nem biztonságos onnan levenni, mert akkor nem akarok elesni a létrával együtt. Ezt nem tudom megmutatni sajnos. Elégként 82-ben szereztem, mert újra kiadta. Akkor szereztem ezt a Revel B25-öst. Hát... Na jó, ennyi volt szerintem. Jövőre nem tudom. Következő, a Zéron gondolkodom. De még hát Zéróból is annyi változat van, hogy még addig nem tudok, össze tudok szedni valamennyit. Majd meglátom, mert nemrég az Akadém is kiadta. Tehát most nem akarok költeni, mert mindjárt lesz az a... A bójai, meg ott az Erzsia Center, meg lesz egy gödöllő is, úgyhogy